este is a Friderikusz most speciális adását látják, amelyben, ahogy havonta egyszer, egy értelmiségének engedjük át a műsorvezetést, hogy az ő kíváncsiságán szűrjük át mindazt, amiben élünk. A mai vendégműsorvezető Szécsi Éva, aki elhívta műsorunkba a Spiró György írót is. Ha jól tudom, önök tulajdonképpen főnökbeosztotti viszonyban a Magyar Rádióban dolgoztak együtt. Igen. Mennyit? Sokat? Igen. Egy évet. Egy évet? Igen. Sokáig nem bírtad? Mármint, hogy nem Évát, hanem a rádiót. Igen, nekem az Éva szeretett rovatvezető helyettesen volt abban az időben. Akkor nevezték rovatvezető helyettessé közben. De én lettem rovatvezető is, mikor nagyon boldogtalan. Hogy tartom az időben, ez volt. Mikor volt? 1970-71. 70-71. És te akkor a külpolitikai rovatban próbálkoztál, mint igen. ifjú titán? Hát nem, oda kerültem. Hát ez ilyen szocialista nyelveket tudtam, amelyek most már nem szocialista nyelvek, és valahogy oda keveredtem. Aztán rájöttem, hogy ez ne azért mégse nekem való igazán, mert én akkor úgy gondoltam, hogy drámákat kell írnom. Azóta is azt gondolja. Hát most már kevésbé, igen. Jó, de az írom. Majd elmondja. Parancsoljon akkor, miért hívtam meg Spiró Györgyöt? Hát nem, ez nagyon fontos, hogy meddig bírta a rádióban, meddig bírta a külpolitikai rovatban. Hát ő úgy jött oda, legalábbis én úgy fogadtam, hogy most jön egy okos fiatalember, szörnyen művelt, nyelveket szörnyen jól tudott, tényleg nagyon jól tud, és hogy hát itt föl lesz dobva a külpolitikai rovat azzal, hogy a Spiró ide került. És akkor a Spiró megmutatta, még fönt is volt nálunk, hát a lányai mulattak, hogy vörös szakálla van, minden. Szóval... Ez így volt? Igen, hogyne. Igen. És akkor megmutatta az egyik drámáját, ami ilyen vastag volt, és akkor hát meg is mondta, hogy ő drámaíró akar lenni, méghozzá nagy drámaíró, és hogy amit itt csinálunk, az hallgathatatlan. Szóval borzasztó kedves volt hozzám tulajdonképpen. Te már fiatalon is így? Én őszinte voltam. Azokkal, akiket szeretek, azokkal őszinte szoktam lenni. És ott hagytad akkor egy év után? Hát, elmentél nagy drámaírónak? Nem, hát elbújtam, mert hát nagyon érdekes hely volt az a rádió, egyébként, és a külpedikőről volt különösen, és hát nagyszerű emberek is voltak ott. De hát rám azért mégiscsak a szocialista országok voltak elsősorban kiszignálva, és hát 70-71, szóval azt nem állítom, hogy hazudtam, azt megúsztam, de egy csomó mindenről nem lehetett beszélni. Tehát amit nyugattal kapcsolatban, meg egy csomó, a világ egy csomó országgal kapcsolatban el lehetett már mondani. Abban nagyon jók voltunk. Igen, nagyon így jó, van, kitűnő jó. volt a rovat ebben, meg gazdaság, politikában, meg sok mindenben nagyon jók voltak. De hát a szocialista országokról bizonyos dolgokat nem lehetett elmondani. És ezt én összeegyeztethetetlennek ítéltem azzal, hogy én közben az igazat akarom írni, ugye az emberiségről, mint olyanról, ugye? Évan, valami olyan kérdést írt föl nekem, hogy tulajdonképpen szeretné veled megbeszélni, és át is engedem akkor a szót, hogy milyennek rajzolnád, milyennek írnád de korunk hősét, ugye? Miért is? Na most, hát ennek több oka van, hogy hát egy, hogy nincs megírva a korunk hőse, nincs megírva, miféle típus volna, az kit választana. Én a maga drámáiból jó néhányat láttam, abból van történelmi, Árpád ház, maga nagyon szeret szadizni, borzalmas dolgok történnek ott a színpadon. Nagyon-nagyon szerettem a Prachot, de ott, ha jól emlékszem, ott a férfi, a nő van, tehát nincs nevük. És akkor már kezdünk közeledni ahhoz, hogy K, mint a Kafkánál. És én gondoltam, hogy mégis nevesítve lehetne hát valakit, aki megtestesíti, most kétfele bontom, korunkat, Magyarország, korunkat, vagy pedig a világ. Hát magából címlap fotó lett, és adott egy iszonyú pessimista nyilatkozatot, most nem tudom, hogy azt kérdezem, hogy a világot látja a nagyobb válságban, vagy Magyarországot. Megnevezzem? A 168 órában. Itt mindennek szoktunk nevezni. Kivételesek vagyunk a sajtóban, nem reklámnak tekintjük, hanem forrásnak. A 168 órában árulás a címe. Igen, 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 igen. Na most, hát én nem tudom. Hát a maga regényei, a Fogság, az X-ek, tehát minden, a Fogságból nem lett nagy balhé, de azért van, aki nem szereti. Az X-ekből lett balhé, az Imposztorból lett balhé. Ajaj. Magának volt egy verse, amiből nagyon nagy balhé lett, az itt is van, az a jönnek. Szóval a kérdés az, hogy szóval, milyen a korunk és szóval, milyen korunk hős? A kérdés az, hogy ezek mind valahol egy kicsit eltávolodnak a
korunk hősétől. Tehát legyen az imposztor, vagy legyen az úri, legyen Róma, de aszociálhatok a mára, természetesen aszociálok, de az, hogy mégis itt és most élünk, és tudom azt, hogy megmondta, hogy nem jó biznesz regényt írni, na de mégis nincs-e valaki, aki mégis megtestesítené azt a szörnyű kort, amelyben élünk. Most mondok egy borzasztót, rettenetesen lehet, hogy rögtön megszakad az adás, mondjuk a Putyin. Szóval egy nagyon érdekes figura, de az sem magyar. Tudna-e csinálni egy olyan regényt? Elkezdene ilyenen dolgozni? Vagy legalábbis gondolkodni itt és most. Szoktam ezen gondolkozni, és eddig mindig kudarcot vallottam. Valószínű, hogy egy nagy alakban, hát én biztos nem vagyok képes megírni korunk hősét. Vannak, akik egész jól megírják. Hát na, Magyarországon nem híres is. Ember, nem okvetlenül híres ember, hanem nem, hát nem, a korunk hőse nem híres. Hát regényhős, hát azt meg kell alkotni. Igen. Mondok egy kitűnő regény, tavaly jelent meg, nyilván nem olvastam, mert nem nagyon szerette a kritika. H. Jánosnak a Gyerek című regénye. Nagyszerű regény, abban korunk hőse, korunk egyik hőse, mint főhős ábrázolva van. Ez egy vidéki és alkoholizmusba fúló értelmiségi. Isteni regény, én majdnem olyan jelentősnek tartom, mint annak ide Rozsda temettőt, amiben szintén korunk hősei mászkáltak, vagy a Sorstalanságot, az is Magyarországról mond egy csomó mindent. Kitűnő mű, tehát vannak, akiknek sikerül. Nekem nem szokott sikerülni. Valószínűleg azért nem sikerül, és én úgy regényben a máról nem tudtam írni, pedig megpróbáltam, csak ki kellett dobnom több kis regényt is, mert rosszak voltak, mert valószínűleg nem tudok eleget. Pozitíve eleget nem tudok erről a korszakról. Történelmi regényről szólván az ember sokkal többet tud a császároknak a hálószoba titkairól, mint arról, hogy ma az ovális irodában vagy a Kremlben hogy hozzák a döntéseket. Most ez azt jelenti, hogy információ nincs elég, vagy pedig összefüggések. Információ hiány van. Természetesen információ hiány van a világban, hát szóval attól, hogy a CNN breaking news, hogy megszakítja az adást, hát ez nem információ. Meg az, hogy egyszerre kiderül, hogy élelmiszer hiány fenyegeti Afrikát, ilyen fognak halni egyszerre, pont egyszerre. Mondok egy példát. Ugye annak idején tudjuk, hogy a Sztálin szerette volna, hogy a Gorki regényt róla. Igen. Valami történt is, hiszen vannak például film felvételek maradtak fönt, amikor sétálnak valahogy egy kertbe, és Sztálin öles léptek el előre, a Gorki meg mint egy ilyen hosszú növésű kiskutya lohol utána. Hát nem írta meg, ugye, pedig érdekes figura az a Sztálin, a mai napig nem írták meg úgy, csak hát mondjuk mellékszereplőként a Szolzsenyicin, ugye az egyik regényében. Meg is ölette a Sztálin, aztán a Gorkit. Valószínűleg, aki meg tudna írni mondjuk egy Putyin regényt, mert érdekes figura, nagyon érdekes. Hát az hülye lesz megírni. Szóval általában, akinek van információja, az annak nem érdekel megírni, hát életveszély. Elteszik lába alól, hát ez világos. És aki meg megírja, az nem tud semmit. Tehát azok az ilyen mindenféle. De ez most Közép-Kelet-Európára hát, igaz, vagy a világra is? A világra. Igen? A világra. Hát ki írta meg mondjuk Kennedyt, vagy a Kennedy gyilkosságra? Semmit nem lehet tudni. Nem, izgalmas téma, én is megpróbáltam egy személyen. Emlékszik, hogy hány dokumentumműsort csináltunk, hogy ki ölte meg Kennedyt? Na és ki ölte meg? Nem tudjuk. Fogalmunk. Na most, amíg ezeket nem lehet tudni, addig nem lehet a korunkról egy olyan regényt írni. Nem egészen, én nem erre kérdeztem rá, mert lehet egy igazi civil is, mint ahogy Kafkánál is igazi civil, és zizegnek a telefonok, szóval nem kötelező, hogy én a Condoleezza Rice-ról tudjam, hogy mit tárgyalt, lehetek én úgy civil, hogy ismerem a világot, hiszen az úri is ismeri a világot, megszenvedi az egészet, Rómát, meg Palesztinát, vagy nem. Jó, magában egy olyan érdekes regény utópia él, egy olyan koncepció, amelyet hát ilyen kritikai realistának, vagy minek nevezhetnénk. Mondjuk. Tehát, hát ha be akarja skatujázni, igen. Csak, hogy, mert általában ugye a regények a 19. században, meg még néha a 20. században is,
egy ilyen nagy társadalmi folyamatot ábrázoltak, például ezek a nagy családregények, benne van a fél világ, de Európa mindenképpen. Tehát valamilyen ilyen nagy totalitást szeretnénk látni, igaz? Extenzív totalitást Lukács Györgyel szólván, korunkról. Igen. Na most nagyon-nagyon sok óriási regényíró ezeknek a kritériumoknak nem felelt meg. Okay. Azért nem felelt meg, mert valószínűleg nem lehet megcsinálni. Valószínűleg nem lehet újabban megcsinálni. Láttunk ilyen kísérleteket, és nem sikerül. Szóval olykorban élünk, hogy nem lehet megcsinálni. Ha azt kérdezi, hogy korunk hőse kicsoda, én azt mondom, hogy ugyanaz. A fölösleges ember. A fölösleges ember. Akkor visszamentünk Puskinhoz. Igen, de azért megyünk, vagy Lermontovhoz, meg az egész orosz irodalomhoz. Tudnék, ez felel meg Magyarországnak, meg Kelet-Európának a leginkább. Miért? Azért, mert itt körülbelül 100 millió fölösleges ember tébolyog ezen a vidéken. A németek és az oroszok között. Már kinek a szempontjából fölösleges? A világ szempontjából. Gazdaságilag semmi szükség nincs ránk a világban. Fölöslegesek vagyunk, nem vagyunk eléggé kizsákmányolhatók, nem elég olcsó a munkaerőnk, nekünk természeti kincseink nincsenek, tengerünk nincsen, semmink nincsen. Na jó, ez semmink a totál nincsen. Pessimizmus. Nem. Gazdaságilag ezeknek az országoknak, a kelet-európai országoknak a léte nem indokolható. Mégis megvannak. Hogy hát kezdődik igen. A lengyel himnusz? És az nem? Még nem. Még nem halt meg. Halt meg lengyelos. És az nem elég, ha mi önmagunknak vagyunk elég fontos? Na most itt van a kérdés. Itt van a kérdés, hogy mennyire lehetünk autarkok, igen. Mennyire lehetünk a világgal szemben valamennyire. Én úgy gondolom, hogy nagyon is. Uh-huh. Én abszolút azokkal értek egyet, akik a globalizációval szemben úgy látják, hogy az állam nem, hogy nem szűn meg, hanem egyre fontosabb lenne. Ha például lenne egy normálisan működő magyar állam. Nincs, sajnos. Kéne, hogy legyen. Ami mit csinál az egyén szempontjából? Hát mindenféle szempontból, tehát nem szolgáltatná ki ezt az egész térséget. Tehát nem csak Magyarország problémájáról van szó. Az egész térség tulajdonképpen borzasztó, erős gazdasági nyomásnak van kitéve, amelyik csak részben indokolt. Csak részben indokolt. De itt az emberek tömegei érzik magukat totálisan fölöslegesnek. Hát azok is, hát munkanélküliek. És azok hát, is, és egyre nőni fog a munkanélküliség, ahogy megyünk előre ugye és az időben. Egyre nagyobb baj lesz, igen. Ami ipari teljesítők, igen. Meg egyéb teljesítmények képességünkkel. Tehát itt a fölösleges ember, ugye, akit az oroszok annak idején még csak egy értelmiségi figuraként képzeltek el, ez itt nagyon-nagyon széles társadalmi rétegekre kiterjed. Na most ezekkel kéne foglalkozni, és például a gyerek című regény, amit mondtam a Háján, ilyenről szól, ilyen a főhőse. Pontosan ilyen a főhőse. Tehát ha korunk hősét nézzük, akkor ez egy kelet-európai, nem csak magyar, mindegy, olyan ember, akinek nincs igazán helye a mai világban, és nincs kitalálva helye a mai világban. Igen, viszont kapaszkodik és élni akar valamilyen formában. Hát persze, hogy élni akar, teljes joggal. De helyette nem fogja senki kitalálni, nem? Hát a helyét a világban, úgy értem. Persze, hát ne, sőt, még azt is elvennék, ami van. Hát akkor? Nem, ez tévedés. Ez az, hogy self-made, mert hogy csinálja meg magát. Hát hogy, nem, hogy, úgy nem tudja. Hogy így képtelen. Társadalmilag erre meg az kéne egyén csinálni. Képtelen. Olyan kiszolgáltatott, én akartam, nem tudom, hogy mennyire menjünk előre az időbe, akartam mondani egy példát magának a korunk hősére, hogy adva van valaki, szerettem volna meghívni különben, akinek van egy választott foglalkozása, egy hivatása. Tehát nem arról van szó, hogy pénztáros az egyik kereskedelmi láncba, és legfeljebb átmegy a másikba. Ez egy régész. Régészekre mindenütt szükség van, mert hát mindenütt kíváncsiak arra, hogy mi volt régen. Mindenütt. De nálunk nem. Nálunk 500 év az már nagy régészet, másút 4000 év a régészet, és így tovább. Na most elbocsátották. Mit csinál? Szóval ebben a, hogy csinálja meg magát, foglalkozzon saját magával, és induljon el, mert a lehetőségek végtelenek, hát hogy csinálja meg magát? Akkor egy másik foglalkozást, egy másik hivatást kell, holott ő ezt akarta, egyszerűen ezt akarta. Én sem és konkrétan az egyénre gondoltam, meg szerintem Spiró György sem, hanem a társadalomról, az államról, amely meg kell, hogy, illetve kettő egymással valamilyen viszonyban kell, hogy létezve csinálja meg az ember magát. Hát én csupa jövendő munkanélküli tanítok most már ugye 30 éve. Tanít még? Hát még ilyet, most már ez az utolsó fél éve. Hol az egyet az utolsó rend? Az ELTE-n, igen. És mi van utána? Hogy miért, hogy utolsó fél év? Hát mert 62 évesen az embert kirúgják.
Ja, elértéged is. Már megkaptam az erre céloztam, hogy itt vannak kirúgottak. Teljesen, persze, mindenkit kirúgnak. Ez az automatizmus. Igen, körülbelül. Igen. Hát aki egyetemi tanár, az 65 éves korában rúgják ki. De hát azokat is kirúg, mindenkit kirúgnak, akit lehet. Nem racionális mondjuk, mert a jobbakat meg kéne tartani, a rosszabbakat kéne kirúgni már 30 évesen, de nem ez történik persze. Na most én ugye hozzám szemináriumra jár olyan 100-120-130 szemináriumra gyerek az egyetemen. Csupa jövendő munkanélküli. Ezek mind fölösleges emberek. Úgy is veszik a tanulmányaikat. Hát nem is tanulnak, minek? Nincs értelme. Ezek pontosan tudják, hogy nincs helyük a nap alatt. Na most én erről már írtam cikkeket, szóval mondjuk ábrázolni úgy annyira még nem ábrázoltam. Egy-egy mellékalakom, egy-egy darabban volt ilyen típusú. És egy cikkben pár évvel ezelőtt megírtam, hogy ők lesznek a jövendő forradalmárai, teljes joggal. De és akkor ezt is tanítod nekik egyébként? Tehát, hogy ők a jövő szempontjából fölöslegesek? Mert akkor... Nem kell tanítani, tudják. Ezt nem kell tanítani, azt kell tanítani, amit nem tudnak. Na most általában nem tudnak szinte semmit, úgyhogy bármit taníthatunk. Azt mondta valaki egy vetélkedőben, hogy Hemingway, ezt a nevet már hallottam. Egy fiatal ember. Hát mert cukorka árus, igen. Na, de maga nagyon előre lát. Pessimistán, hát de előre. De itt van ez a bizonyos 87 vagy 84, itt ez a cikk, ez 84-et ír, ez a Jönnek című verse. Igen. Amelyik iszonyatosan aktuális majd, tehát akkor ez a rendszerváltás hát előtt jelent jóval, meg. Persze. Jóval a rendszer. És előre látta, hogy mi minden. Hát nem előre láttam, nem, bocsánat. Hát az akkor ember nem lát előre se. Azért már megvolt. Jó, éppen már kezdték megvolt. Csinálni. Értem. Az állampárt mármint egyik... Mit el kéne mondani? Hogy a rasszizmust és az antiszemitizmust. Meg ezt az egész föltelmet, ami azóta úgy nagyjából úgy lassan a fél ország agyát. Hát jönnek a dult keblű mély magyarok. Igen. Megint, és akkor most... a vége az, hogy ez rendben van, de szégyen, hogy mindenki kussol, hogy mindenki fél, és nekünk kell jönnünk pár csenevésznek, hogy bebizonyítsuk, nem csak a szemetek tudnak magyarul. Hát maga tud magyarul, ez oké. Okay. Mikor hát írtad? 84-ben írtam, és 87 elején jelent meg. A mozgó világban. Igen, de ez azért volt, mert akkor figyeltem föl rá, hogy Újpest meccseken elkezdtek zsidózni. Addig ilyen nem volt Magyarországon. 45 után legalábbis nem. Én jártam meccsekre, Újpest meccs. És elgondolkoztam, hogy mi van. És fogalmuk nem volt ezeknek az ifjú, hogy milyen jelszavak vannak oda pingálva, amit nekik lobogtatni kell. Hát ez fölülről ment lefelé, és beletelt jó két évtizedbe, amíg megint sikerült levinni az emberekbe. Mert ugyanis már nem volt. Ez a dolog már nem volt akkor. Nem létezett. Csak bizonyos felső pártkörökben nyírták egymást. Na most ez nem előre láttam, lehetett tudni, hogy mit csinálnak. Szándékosan gerjesztették és vitték be az újabb és újabb nemzedékek. Úgyhogy most már az óvodában is ezt csinálják a gyerekek. Rémes. Ezt lehetett elő. Szóval a tendenciákat lehet tudni. Azt is lehet tudni, hogy jobboldali radikális konzervatív forradalom lesz Magyarországon, mert nem lehet más. Ugyanis nincsen semmiféle más ideológia. A gyerekek nem tudnak semmi egyebet. Nekem voltak ilyen felméréseim, óvatatlanul az ember dolgozatokat írt, és érdekes módon kiderült. De van kínálat másból is, miért nem tudnak? Nincsen más. Nincs más, mert ez az egyetlen artikulált ideológia, amihez valamennyire tudják magukat tartani. A liberalizmusról nem tudják, hogy mi fán terem, és a szocializmusról pedig aztán pláne nem. És szóval például a humanizmusról? Humanizmus, hát hülyeségekkel nem foglalkoznak. Nem, tehát nekik nyilván, hogy minden újabb nemzetéknek kell valami kapaszkodó az életben, kell valamilyen ideológia, vagy valláspótlék. Mindenkinek kell. Ugye, hát nekünk is voltak valláspótlékaink, csak kínos volt bevallani. Most van. Nekem nincs, de hát annak idején miért lett volna? Jaj, persze, sok minden van az embernek. Hite van, nem, különben nem lehet az életnek nekivágni. Szóval tegyük le a fegyvert? Nem azt mondtam, csak azt mondom, hogy ez várható. Hát lehet látni a tendenciákat. A tendenciával persze szembe lehet menetelni, hát legfeljebb baja. Nem tudom, hogy a Spiro hallgatta-e az előző beszélgetést. Hallgattam, igen. De hát már ott a Trianon elhangzott, szóval, hogy maradunk-e ebben a mederben, mert ez sok embernek ad kapaszkodót. Nem, az a kérdés, én azt látom igazi bajnak, hogy amit mint veszélyt a 90-es évek elején többször beharangoztam, az bekövetkezett.
Magyarország balkanizálódott. Ez egy befejezett tény. Ez egy befejezett tény. Magyarország nem tartozott a történelem során a Balkánhoz, vagy csak egyes kisebb részei. Ez most, az agresszivitást, a nem, rasszizmus, nem, nem, ezeket ez jelenti? A maffiáknak az uralma az állam fölött. Ez a maffia. Amikor az állam gyenge lesz, akkor a maffiák oldalon átveszik a persze, na de a stílus is van, és a stílus a is van. A maffiák, akiknek a kezében van minden. Politika, a bűnöző csoportok, arról beszélsz? Nem, az minden. Több. Tehát az állami funkciókat átveszi a maffia. És átvette, átvette. Tehát az állam olyan hihetetlenül gyenge lett, ami megengedhetetlen egy olyan korszakban, amikor a nemzetállamok egyre erősebben nyomulnak. Ha nálunk azt hirdetik, ugye, hogy elhalnak, több egyszer hirdetik, hogy a nemzetállam elhal, ugye, egyszer hirdették szocialista országról, aztán oldalról, aztán hirdették ugye globalizációs nyugati oldalról. Nem, kérem szépen, egyre erősebben nemzetállami érdekek nyomják alá a mi nemzetállami érdekek. Ma Magyarországon mi lenne, ha erős lenne az állam? Milyen lenne az az ország? Hát kevésbé lenne demokratikus természetesen, amennyiben az, hogy demokrácia jelent egyáltalán valamit. Nem feltétlenül jót jelent a demokrácia, mert a demokrácia a démosz uralma, a nép uralma, na most kérdés, hogy milyen a nép. Ha a nép lumpen, akkor nagyon nagy van. Róma. Nagyon Atén. Nagy baj van a demokráciával, Atén ebbe pusztult bele, igen. Róma se bírta sokáig. Ha olyan, mint Svédországban, akkor az ilyen szocialista demokrácia, csak igazi, azt elfogadnám, annak nagyon tudnék örülni. Hát de ahhoz sok egy minden egy kell. Gazdagság is kell, 300 év béke. Béke kell, némi kulturáltság kell, szóval sok minden kell hozzá. Na most ez, ami itt van, ez csak viccből nevezik demokráciának. Hát tehát akkor jön a Fidesz, és mondjuk az egyház segítségével nem mondtam, a magyar démoszt fékezze nem, meg? Nem, nem. Én nem azt mondtam, hogy jöjjön bárki, hanem egy normálisan működő és önmagára adó államra lenne szükség. Egy magyar államra lenne szükség, ahol például a törvények egyrészt helyes törvényeket, nem egymásnak ellentmondó törvényeket hoznak, ahol van alkotmány, mert nekünk nincsen alkotmányunk, csak egy ilyen szedetvetett őrületes dolog, amire még mindig 1949 van ráírva, borzalmas, amihez tarthatják magukat adott esetben az alkotmánybírók, és mondjuk az alkotmánybíróság nem felsőházként üzemel, hanem alkotmánybíróságként, az kéne egy államba. Azon kívül pedig az kéne, hogy a törvényeket tartassák be. Borzasztó egyszerű. Mert ez nincsen most a Magyarországon. Kik? Káosz van. A rendőrök, vagy kik tartassák be? Mindenki. Mert az egész társadalom. Az egész társadalom tessék betartani a törvényeket, amik ott vannak leírva. Nem, a bíróság se, senki nem tartatja be. Az ügyészség se tartja be. Senki nem tartja be. Hát ilyen államban csak káosz lehet, és az a legrosszabb. Szóval én ezt rossz végszónak tartanám. Pedig itt kell most akkor pontot tenni. Muszáj? Hát egy perc, igen. Egyébként jó. Beszélgethetünk még csak a nem, nézőket, okay, kapcsoljuk ki belőle. Nem, az, hogy borzasztó sok kitüntetést kapott, és mégis kívülálló? Nem, én hogyan olyan pontra. Kihez képes kérdezni az kívülállást? Hát az, hogy... A hatalomhoz képest, vagy mihez képest? Hogy legyen a hatalomhoz képest, a jelenlegi hatalomhoz képest, és szemben álló azzal, amelyiket megjövendőlt. Nem vagyok kívülálló, belül vagyok a társadalmon. De hatalmam soha nem volt. Amikor egy kicsi volt színházvezetőként, rettenetesen utáltam, és nem nekem való. Én nem akarok hatalmat. Én író vagyok. Számít a szava? Egyáltalán. Leír valami. Mindent közölnek magától, akármit ír. Hogy érzed? Hát most éppen úgy közölnek. Hát van, amit időnként nem nagyon akarnak eljátszani. Nem tudom, akik olvasnak, meg akik színen azoknál nyilván számít. Hát ez azért, hogy úgy mondjam, a törpe minoritás. Na akkor ez legyen a végszó. Igen. Köszönöm szépen, a ne úgy jobb végszót úgysem tudunk mondani.